Üdvözlöm mindenkit, Katamari vagyok, ez pedig itt a Project Romulus, a videózás keretén belül megvalósított Doom 2 map. Örömmel jelentetem be, hogy a Minecraftos régiók nagy része elkészült, tehát ahogyan az előző epizódban is említettem, mostantól nem fogok úgymond rászorulni arra, hogy felhasználjam a videókat, a videóimat, korábbi videóimat, hogy megépítessem ezt az egész hubelevancot. Na már most időközben rájöttem szerintem, hogy hogyan kell használni ezt a melyik szektors dolgot, tehát a szektor módon, hogyha az egyes szektorokat kijelöm, akkor mind a kettő régió ki lesz jelölve, de line def módban csak ez. Gondolom akkor így kell nyomni azt, hogy add selection, és akkor egyből kettő lesz, nem. Melyik szektor az melyik is? E. Igen. Elvileg? Nem. Hát, akkor hogy a faszomba kell ezt használni? Ne haragudjatok, hogy nem értem tényleg. Ó, M. Melyik sectors mode? Azt a rohadt! Csinált, ez valami... Csinált. Na várjál, hát pedig... Ja, akkor lehet, hogy így kéne, hogy M. Nagy pillanat, most nem értem akkor tényleg az, hogyan van. Hát pedig ez mindig ugyanaz a szektor. Hiába nyomtam a melyik szektort modot. Pedig itt kattintok többször. Akkor ezt most hogyan? Nem értem, várjál. Ja, hogy úgy! Ah, értem már! A Voidból csinál szektort. Oda nézzetek! A Voidból csinál szektort. Így valahogy. Ah. Értem. Jó, van mindegy, jöttem erre is, nem húzok az időt, mert így is nagyon sok időbe fog tenni az egész szart megcsinálni. És még így sem külön szektor? Hát de körbe rajzoltam. Mi a lófasz? Jó, figyelj, tudom, hogy... Akkor nem érdekel, akkor lehúzom és újra rajzolom az egészet. Így. Ja, várjál, lehet, hogy már eleve el volt könyvtve, csak itt a tegeket megegyeznek, és attól írja ki, nem? Igen. Na, hogy ez mikor történt meg? Azt őszintén nem tudom. Valahogyan megcsináltam, az biztos. Hát próbáljuk ki mondjuk itt. Mondjuk elmentem. És akkor de... Ja, vagy akár így. Hát ezek így eleve egyesített szektorok. Ja, és akkor ott sárga, amivel leválasztja. Azt a kurva! Értem már, akkor oké, nem baj. Na tehát. Lényeg az, hogy az ajtók el lettek választva. Bár nem igazán látom ért... Ja, de igen. Nem tudom, lenne értelme éppen ezt a két ajtót így szétválasztani. Nem tudom, tényleg. Nem, de itt jártunk utoljára, akkor ezt a részt kell kidolgozni valahogy. És most itt gondolkodok. Szerintem... Ennek a résznek teszek egy ilyen keretet, vagy hogy mondjam, egy ilyen szegélyt. Mert a föld az mégsem lehet ilyen 90 fokos, mert az geci rondán nézne ki. Tehát azt csinálom, hogy itt elegánsan ugye átteszek valamilyen tetszőleges textúrát, amit akarok. Akár ez is rámehet végül is, aztán igen. Anyag újra felhasználás végső soron. Egy kicsit megemelem, mert épp olyan kedvem van. Úgy. Nem úgy az, annyira nem. Egy picit csak. Egy, kettő, három, négy. Négy egységgel. Erre teszek valamilyen flötet, csak azt nem tudom, hogy miért, mi passzolna ehhez. És viszont ez talán. Kicsit ronda, de... Ja. Szerintem ez így megfelel nagyjából. A szélére ugyanazt a szart rárakom, és akkor... Így fog ez kinézni. Valahogy. Na. Mert azért érdemleges a része a dolognak. Szerintem... Gondolkodjunk, hát... Ja, igen, csak ez az egy bejárat, tehát innen le kell valahogyan menni.
Ám mondjuk, hogy tegyünk ide valamilyen cölöpeket, amik elzárják ezt a helyet, és csak akkor lehet felmenni, hogyha azt kinyitottad. Szerintem ez egész logikus. Egyesíteni, Sectors mód, és jé. Na, csak ráállok arra, hogy gyors pillanatokat használjak a kurva életbe. Na mondjuk ilyen pont ilyen magasan felrakom őket. Csak valami normális textúra kell a flata. Hát, tehát amit nem érdekel. Majd én valami primitív dologgal megcsinálom, csak nézem valahogy ki. Így akár. És szapört textúrákat teszek az oldalára. Akár ezt is. Nem, azt nem. Mert az szürke. És ide most a barna kell. Úgy, nini. Ügyes kisfiú. Na. Itt most akkor kicsit gondolkodni kéne, mert innen valahogy le kell jutni. De valahogy visszajutni is kéne, mert ez egy eléggé egyirányú út, látjátok. Egy Doomworld fórumos kolléga azt mondta, hogy használjak mindenhol lépcsőket, mert azok kényelmesebbek, mint a liftek. Mert a liftekre várni kell, a lépcső meg azon, amíg így lehet menni, de őszintén szólva nem tudom, tehát itt már van egy lépcső, az oké, de most innen is még egyet. Hát nem tudom, a végül is középre talán valamit össze tudok hozni. Nem, végül is össze tudom mindenképpen hozni, csak hogyha nem muszáj, akkor nem. Mondjuk egy 96-os lépcső, így. Valahogy. Akár stílusosan is vékonyodhat. Nem, az egy raktárban nem passzolna. Á, inkább azt mondom, hogy ide húzom, hogy több hely legyen a konténereknek. Mert mégiscsak úgy kéne szépen, meg minden. Na. Akkor 8, 16, 24, 32. Á, legyen ez is hosszú, inkább vagy rövid. Inkább rövid legyen, tehát akkor 8, 16, 32, 48, 48. Oké, akkor igazából ennyi elég is lesz. Ennyi. Na, és ennek az anyaga mi legyen? Az egy jó kérdés. Á, mondod, hogy ilyen legyen az anyaga. Igen. Ez így gyönyörű. Hát erre ráteszem a téglát, akkor még jól is fog kinézni a rohadt életbe. Na. Na csak ennek én a tégla megfelelője, hogy megtalálom. Valahol, itt van. Úgy. Így néz. Szerintem egész jól néz ki. Ennek a sötét verzióját használtam egyébként itt. Ha megfigyelitek. Ó, itt mondjuk elég érdekes. Ott az a rész, de nem baj. Mindegy. Akkor itt jártunk utoljára, oké? Okay? Szóval valahogy ez így néz ki. Ja. Ezt itt az én nullára beoffsetelem. És akkor most mehet a nagy gondolkodás, miközben iszok egy kortyot. Tehát erre a placra mit tegyünk? Konténereket. Az oké, okay, az megvan, de... Az úgy édes kevés. Nem is kihúzom, hogy 256-ra. Ide be. Egy ilyen kis részt. Ide elrejtek mondjuk egy Baron of Hell-t, vagy akármit, értitek. Sőt, várjátok. Legyen itt ez egy alacsonyabb plafonú rész. Igazából. 96-tal akár. Csak akkor azt itt el kell mozgatni 64-jel, csak nem tudom milyen irányba. Fölfelé szerintem. Hogy azért ne nézzen ki rondán. Így. Mondjuk itt az anyag elég furán fog kinézni, mert a plafon sötét, a fal meg világos. Igen, látjátok. De mint alapján nagyjából megegyeznek. Oké. Na, én nem mondom, hogy ez egy kurva rövid, úgyhogy ezt húzzuk ki. És meg is van itt a játékmenet ötlete, igazából. Szóval nem mondom, hogy csapjunk bele. De előtte nézni, hogy mit kell még itt csinálni, ugye. Hát igazából a barlang vissza van még ezen a szakaszon. Hát, én nem mondom vagyok, hogy itt szerintem csinálni kell majd kettő vágat. Ugyanis egyik fogja kinyitni ezt a lépcsőt. A másik pedig azt ott. Akár. Az fontos, hogy a pályamenet logikus legyen, tehát akár ezt kulcsos megcsinálhatnám, de most itt eléggé útba esik egy kulcs, tehát kurva fölösleges lenne.
Ha meg ide tenném, akkor meg ugye egyből felvenni a játékos, de nem tudja, hogy hova kell. Mert nem is látja igazából, hogy hol kell még a kulcs. Szóval ez ilyen szempontból nem egészen oké. Okay. Egy pillanat. Itt ezen a részen egyébként, álltak. Itt tovább mentem volna, emlékeztek. Megcsináltam volna a kastély többi részét, de mondok, hogy ezt inkább ne erről tessük már. Úgyhogy ide kell valami lezárás feltétlenül. Hogy itt sem lehet tovább menni. Egy de egyszerűen csak ide baszok így a voidból egy húst. Egy darab húst. Úgy mint a kezdésnél. Valahogy így, igen. Igen, tehát ez az ajtón te alig fogsz átmenni. Tulajdonképpen. Ha nem baj, erre sérülést nem teszek, mert szerintem fölösleges. Oké, a többi rész nagyjából jól néz ki. Az oszlopot magát azért lehúzom. Akár csak ennyi elég is lenne. Ez úgy sem lehet tovább menni. Ceiling. Tudom én. Teszek rá valami lófaszt. Akármit tényleg ezt mondjuk. A falára pedig egy ilyen vastag gótikus kekraságot. Amire szükség van. 32 egység vastag gótikus oszlopot. Olyan nincs. Kell lennie. Pedig. Na, csak ilyen van. Nem baj. Minecraft, úgyis kockásodunk meg minden. Ezt ajánlja viszont akkor is valami szebb kéne, hogy egy geci ronda lenne. Oh, much better. Ennyi igazából. Ide szerintem... Hát ezt így meghosszabbítom, váltak. Hogy a Minecraftos, a legutasz, hogy a Minecraftos, én hogyan ment tovább, azt nem tudom rohadtul. Rottul nem tudom, de... Ó, várj, ezt a szektort, ezt copypastolni kéne, most nézem csak. Egy pár alkalommal legalább, csak így össze-vissza. Igen, azért annyi nem árt, valahogy kinézzen. És akkor majd ugye a sineket egyébként is majd meg kell csinálni a pálya többi részére. És ott várj, itt valahol át is, szét is tudom törni igazából, ennyi lenne az egész. Égyni. Lefelé, hogy ide több kell, akkor majd szóljatok, és akkor úgy fogom csinálni. Na, de a lényeg, hogy ezeket a sineket mindenképpen át kell majd tenni arra a szakaszra. És akkor igazából szerintem egy elegáns kanyar utáni tület is a lába. Igen. Hú, ahhoz viszont meg kell nézni a portálnyomában videókat, nagyszerű. Aj. Majd akkor mutatom az asztalomat, egyszerűen nincs mese, muszáj. Muszáj egyszerűen. Hát erre viszont rohadt kíváncsi. Egy kis rossz mappában mentem be a rohadt életbe. Jó, mindegy. Itt is van, oké. Okay. Az baj, hogy arra sem emlékszem, melyik részben volt az a rész a portál nyomában sorozatban, amikor beestem a... Azt tudom, hogy hol van egyáltalán, ja, itt van. Val azt se tudom tényleg, hogy melyik részben volt. Bár éppen ötletem az lehetne. Vagy csak a nedekből már megint nem látszik, hogy melyik hányadik rész. Ne faszomat beléd hát. Mindig média player-le kell baszakodnom, de nem hajlandó kiírni, hogy azt használja. Aj. Oké. Mehet. Végül is néhány óra elment, de építeni egész alatt építettünk, úgyhogy... Jó, MP1-et de lejátsza talán. Na mindegy, ez hányadik rész, akkor nézzük már meg. Hatodik, akkor nem ez lesz az. Valamelyik az utolsók közül, arra emlékszem. Talán a tizedik volt. Akkor itt kéne keresnem. Igen, ez lesz az. Igen, MP4-ek lejátsza, nem vita tárgya. Ó, igen, itt már nagyjából emlékszem erre a barlangos részre. Hú, de sötét volt, az most nézem csak, lol. Na, nem történik semmi? Pont a tizedikben? Ja, de ott volt.
Akkor még egyel arrébb, mert ez már túl késői. Ez egy másik volt. Ez egy másik rész volt akkor. De nagyjából megvan. Na mindegy, én ezt itt nem. Inkább nem. Nem nézem újra. Kész. Valahogy menjen, aztán essen le a fenébe. Valahogy így akár. Igen. Itt akár mehet is végig majd a sín egyébként. Hogy is vagyunk? Ja, itt. Igen. Itt erre. Itt mehet is majd végig akár a sín. Fáklyákat a falban nem teszek szerintem. De tudod mit mégis. Csak egy-két helyen, mondjuk itt a sarokban azért. Enyhén szólva sem néznek ki rosszul. Szektorokat megtartom, aztán majd csinálok egyet-kettőt. Na itt milyen fáklya volt? Kandeláber. Akkor ide is kandelábert teszek szerintem. Ha megtalálom, hogy hol van. Bár nem, egy... Á, inkább legyen mégiscsak fáklya, azt mondom. Kék fáklya mondjuk, ja, az úgyse volt még itt a barlangokban. Aztán a normális megvilágítási rétegzőt is ki kéne találni. Olyan, itt a fényben nagyon széjjel fog töredezni az egész felület. Úgyhogy itt külön élvezet lesz megcsinálni itt a sineket. Ajaj. Na mindegy. Próbálkozzunk meg valamivel. Legyen itt ez 250. Ja nem, várj, ez így nem jó, hiába vagyok. Nem jó ez. Itt így meg kéne törni az egészet itt tulajdonképpen. Na, ott ezt elbasztam. Igen, így kéne valahogy... Na, faszom, na. Azért kéne így, mert a megvilágítás így normálisabban nézne ki. Ja, várj, akkor viszont ezek itt egyesítve lennének. Ja igen, most megint elfelejtettem a gyors billentyűk használatát. Ah, mi a fa? Hát ezek egyesítve vannak már. Ja nem, oké. Akkor le... Aj, de már reflex oda kattint, oda megyek mindig. Á, fene, jó van. Nem érdekel. Na tehát akkor ennek adunk 255-öt. Akkor egész elkezd szépen fokozatosan... Na azt se egyesítettem a kurva életbe. Ó, ez itt egész nagy lett, halljak meg. Ja, nem is egész, nem is jó egészen itt a megtörés nyoma. Akkor ezt húzzuk ki, amondó vagyok. Így valahogy. Igen. Ó, de miért olyan a plafon? Azt a kurva, az de ronda. De azért nem kéne végig márványnak lennie. Ja, mondjuk innentől legyen. Innentől legyen olyan, mint a padló. Ground Zero Two. Igen, ez már így barlangosabb. Látom a fényeffektek megcsinálni, az a fényhatások nem a legjobb lehetett megcsinálva, úgyhogy ezt most újra meg kell csinálni. Amondó vagyok. Vagy akár csak ennyit megtenni. És akkor azt azzal egyesítem. Valamelyest jobb, amondó vagyok, bár furcsa így is. Jó, mindegy, nem érdekel, így marad. Esetleg annyit tenni, hogy ezt is kihúzom, mert így a fény az nagyon messze elhat. Vagy úgy látszik, hogy nagyon messze elhat. Igen. Nem tudsz ebben mondani igazából. Na jó, ez a rész igazából később ráér még. Az a baj, hogy itt nagyon, nagyon hamar ütközne az egész hóbelevanc a portárummal, hogy hívjam ezt. Úgyhogy ezt most alaposan arrébb mozgatom. Így tudtam, hogy a tingeket nem viszi magával, hogy rohadjon el. Na mindegy. Így már jobb. Oké. Véletlenül itt a textúrák állásával sincsen különösebb probléma. 64-es hátsót tartottam. Mert ez 168 többször se 64-nek egyébként, bár ezt feltételezem, hogy mindenki tudja. Na mindegy, készen volnánk. Ja, ez itt egész fainul néz ki. Több fákat nem is tervezek ide betenni. Ja.
Esetleg a falba ilyen húsbevágásokat, de azelőtt meg kell csinálni itt ezt a... Egy pillanat. Ja, nem semmi, nem szóltam, nem szóltam. Szóval... Nem mondod őszintén, mit akkor csináljuk meg gyorsan azért a... Sínpárokat is. Egy fel kell osztani három szektorra, azt érzem előre. A minta miatt. Ugyanis... Itt így fog menni. Tehát én tudom, igazából egyesítek mindent, amit tudok. Na azt ott nem, igazából ennyit tudok összesen egyesíteni tényleg. Azért, mert ugye más minta lesz rajta, tehát én most ezt fogom. És akkor feltextúrázom így gyönyörűségesen. És az valahogy úgy fog kinézni, hogy ezt átírom BF-re. És akkor milyen magas egyáltalán? 8, oké. Okay. Így. Így fog kinézni. Itt persze megteszem ugyanezt, csak itt egyszerűen más minta kell. Már látjátok, hogy másképpen áll. Így valahogy. Oké, okay, hát a kanyar az geci ronda lesz. De tudjátok mit? Nem számít. Azaz úgy értem, hogy nem is érdekel. Tulajdonképpen. Sup 816B. Na az ugye már univerzális lesz mindegyik részen. Oké. Okay. És akkor ezt most megismételtem újra. De nem baj, megérte. Megéri. Úgy értem. Igen, itt már tudok, itt már azért több szektor tudok egyesíteni mégiscsak. Mert itt például ez és ez ugyanaz, ez és ez ugyanaz. Ez és ez ugyanaz. Azokat nem, de ez és ez is ugyanaz, tehát tulajdonképpen akkor ezek is ugyanazok. Nem, ajaj nem, azok de nagyon, de hogy, azok nagyon, hogy nem ugyanazok. Ez és ez ugyanaz, ez és ez ugyanaz, úgyhogy már csak texturázni kell. A szokásos újra kijelölés maratont futok. De igazából ennyi volna. Akkor még ezt még jobban megtöröm, így valahogy. És ez is szerintem kifejezetten kellemesen néz ki. Jó. Ez itt nem. Ezért ide is húztam, úgyni. Igen. Gyönyörűséges. Már éppenséggel tudnék kanyart is csinálni. Ja nem, ott a minták megtörése miatt egyáltalán nem tudnék, úgyhogy... Azt mondom szerintem, hogy akkor ezt itt távolítsuk el. Tehát... Az ott úgy törjön meg. Égyni. Nem, hát egyszerűen nem tudom akkor megcsinálni ilyen textúrák mellett. Hogy hogy mondjam, nem ilyen szűk helyen. És meg tudjam csinálni, csak a minta megtörne, és azt nem akarom, hogy megtörjön a minta, mert az ronda lenne. Fogjuk fel, hogy valahogyan megtört, de az a rész már rég elpusztult. Igen, szerintem szép ez így is tényleg. Lefőbb, akkor lehúzom itt is, és akkor voilà. Igen. Attól meg ugyanúgy, hogy Minecraftnak a maradványa. Hoppá. Hoppá, 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 hoppá. Itt is meg kéne valahogyan. Ez akkor legyen sokkal pici, kisebb darab. Egy jó pici kis darab, ami megmaradt az egész szarból. Ja. Legyen tulajdonképpen ennyi. Hogyha oda tudok menni, így. Igen. Azaz nem. Még ennél is picibb legyen, ekkora kb. Igen, ennyi maradt meg az egészből ott, azon a részen. De ha már megcsináltam, akkor ne legyen már ki kelljen törölnöm az egészet, értitek? Ó, igen, ez a ballangos, ez megint ilyen nagyon 90 fokosan néz ki, de hát... Ez van. Teszek bele egy ilyen pár... hús előretörést, ilyen foltokat. Csak így primitíven. Azért valahogy kinéz mégiscsak. Oké. Okay. Ennyi igazából, tehát nem nagy cucc. Az akkor viszont csináljunk már meg azt a szart, amit ott dolgozunk, mert soha nem készül el a konkrét játékmenet része az egész Hubelevancnak. Tehát
A csillagen keresztül tudunk ide menni. Ide majd teszek valami powerful szörnyet. Akkor az ajtóhoz két Hellack Knightot. És akkor jövünk ki. Ja nem. Nem, nem, az így nagyon gonosz lenne. Akkor ide kell erre a részre, mert itt megyünk le majd. Határozottan. Előtte meg itt. Na most ide fel gyorsan, ide baszak egy dobozt. Még egy 128-as akár ide is férhet, nem? Nem, mondjuk a stílus miatt ide mindenképpen fából kéne. Hát igen, ugye mondtam, hogy gothic style lesz, úgyhogy... Úgyhogy mindenképpen fából vagy hasonló anyagokból kell megcsinálni az egészet. A fa, ezt az erezett fát azért meghagyom itt mintának. És akkor csak annyi kell beírni, hogy CR, és anyagból a krat ki is adja. Sajnos ez az összes rendelkezésre álló típus, úgyhogy ide szerintem csak fadobozokat tudok majd tenni. De azért is lehet variálni egy kicsit. Ugye ott van a UAC, a minta. Mintára rajta, mint a UAC, de lehet variálni, nem mindenhol van ott rajta. Valamint, akár ide is, azt mondom, hogy ide teszek így egy elfogadott dobozt, és akkor meg a magasabb mintát teszem rá. 32, 45, így. UDF3, és akkor talán VD Free, ha jól számolom, igen. Nem, most for lesz. Ide meg a VD Free-t. Azon már rajta van a TNT-nek is a logója, hogy az Evolution-t adott csinálták. Find the Evolution, you know. De... nem úgy elmegy, ja. Itt sok hely nincsen. Annyi kell, hogy betobaszni ide, mondjuk egy láncfűrészt akár. Ja. Szerintem itt a helye is meg lehetne. Hogyha megtalálom. Itt van, igen. Ezen a helyen a játékosok ezért be kell férnie. Igen, 56 egység. Kicsit igazítok rajta. Úgy. És akkor most egy új ötletet vázolok fel. Szerintem legyen az, hogy ide oda baszok egy kulcsot. A kulcs pedig kinyitja ezt az ajtót. Azaz, hogy pontosabban némivel a mintát nem fogom, de elbaszom a mintát. Szóval igen, ezt az ajtót kulcs nyitja, azt mondom. Legyen egy Red Skull key. Erre azért van szükség, hogy mindenképpen meg kell a játékosnak oda mennie. És azzal fogja azt az eventet így, hogy hát angolul mondom, triggerelni. Elég csúnyán hangzik, de itt tudom megfogalmazni, szóval. Azzal, hogy a játékos bemegy ide, és visszamegy, azzal betriggeli azt az eventet, hogy innen azt mondja, hogy kell teleportálni. Ugyanis én csinálok ide egy roomot valahová, és a játékos, amint átlépi, teszek ide egy vonalat, a szektort a kulcs köré, és amint átlépi azt a vonalat, tehát felveszi a kulcsot, a szörnyek előtt álló akadályok lehúzódnak, és elkezdenek bemenni. Jó, ez bonyolult, meg is csinálom akkor gyorsan. Igen. Ja, az is hagyunk legalább a játéknak az érdemi részével. És a pályának az érdemi részével. És még csak fél óránál járunk, úgyhogy van is idő. Tehát akkor a Red Skull key itt is volna gyönyörűségesen, okosan. Oda is megyek. Igen. Igazából, hogy hogyan csináljam meg azt a szektort, azt nem tudom. Na! Ez mi volt? Ilyenkor mindig alap, hogy mentek, mert félek, hogy elbaszódik a program, aztán mentések nélkül összeomlik. Na, szóval valahogy így, nem akarok túl sok új meccés pontot csinálni. Mi a lófasz? Azok az fájni emlékezők mindig a videózás közben jönnek elő, rohadt életbe. Ó, mindegy, fontos ember vagyok, mindegy. Az egyik az, hogy ezt megcsináltam. Teszek rá egy olyan effektet, hogy floor, lower to lowest floor. Azt jelenti, hogy a padló lehúzódik a legalacsonyabb padlóig. Talán környező értelemben. A V azt jelenti, hogy walk, tehát lépés, vonalvaló átlépésre. Az egyes pedig azt jelenti, hogy egy alkalommal. Teszek rá egy tagget. Valahova lebaszok egy kamrát.
mit tudom, az elég nagyot, hogy sok szörny beférjen. Úgyis csak zombi emberek lesznek, meg minden. Így. Akkor erre a falra itt ezt használom fel, erre teszek még egy ilyen effektest. Igazából ez a trükk, amit elmagyarázok, hogy működne van a Doom-mal is, úgyhogy szerintem most akkor meg is csinálom úgy, ezt majd később elmagyarázom. Na, teszek ide egy kis szektort. És ennek egyszerűség előtt ennek az egyik fala, ami a szörnyek felé néz, azaz ez, az a kis pöcsök mutatja, látjátok, az ott a fütyije, az mutatja. Na erre teszek szépen egy teleport effektet. VR, tehát átsétálásra több alkalommal teleport, csak szörnyek számára. 9-es tag. És utána erre itt a teleportra teszem a szintén a 9-es tagget. Igen. Mind a két szektorra így. És benne van már a teleport destination, úgyhogy oda is fognak menni gyönyörűségesen. A szörnyeket leteszem később, most a lényeg, kusfontosak a lényeg az, hogy ezt itt megemelem. Mondjuk 32, azt pont nem tudják hátlépni, ha jól számolom. Hát tudjátok, mit csinálok, egy saját PR boom effekt. Nem, nem is kell. Na. Igazából az ugyan van, ez így már alapvetően működhetne is. Itt annyi összekötés nem még szükséges, hogy a szörnyek meghalljanak téged, tehát felébredjenek, mert amíg nem mozzal, mert addig nem menne be a teleportba sem. Ehhez kéne egy ilyen összekötő szektor. De aznak az a probléma, hogy egyáltalán lőni kéne ahhoz, hogy felébredjenek a szörnyek, úgymond. Meghalljanak téged. Vagy pedig ugye egyszerűen csak egyesíteni kéne ezt a szektort, mondjuk ezzel, és akkor hogy akár ott hallanának is. Mert hogyha itt lőnél, azt itt is meghalanát, mert ugyanaz a szektor, értitek? Na de, a PR boomon ezt egyszerűen meg lehet csinálni. Boom kompatibilis halálatom, ahogy mutattam, lehet mozgatni a plafont, ugyanazt itt ezen a részen meg is tettem. Meg lehet tenni ezt a padlóval is. Ugyanabban a... ugyanazon a menüben, ha megtalálom scroll, itt keresek. Itt meg kell keresni azt, hogy scroll. Scroll floor according to line vector. Igen. Pont mint itt, csak itt a plafont mozgatja. Ja, de ez 10-es. Ráteszek mindegyikre egy 10-es címkét. És itt gyönyörűen sodorni fog engem az ár. Meg is mutatom. Mi az noclip csalásra be is nézek oda. És meg tudom mutatni. Szörnyekkel egyelőre nem töltöm fel. Vagy tudod mit? Egyet beleteszek csak így a teszt kedvéért. Na, itt is volnánk. Ó, a picsába! Ja nem! Hoppá, jó van, elfelejtettem. Itt ez csak mozgatja a textúrát, ez nem tesz tényleges mozgató hatást. Scroll floor move things kell hozzá. És akkor az egész szart meg kell fordítani igazából. Ennyi. Jó, hogy nem annyira esik jól a szemnek, mert általában van pakon úgy csinálni meg, hogy fentről lefelé. Most pont lentről felfelé. És teszek rá egy kis sebességet is, hogyha tudok, bazd meg, de miért nem mozgatja el azt a falat? Hát nem mozgatja el. Jaj, beragad a Doombia, de ezt utálom. Na így. Tettem rá egy kis sebességet, hogy azért elég gyorsan fog menni, és azt ilyen gyorsabban bekerülnek. Tehát ilyen csak annyi csúszás idő lesz a kulcsfelvétel és a tárgyak izja között. Hogy amennyi, ahogy mindegy, tök mindegy. Erre éppen textúrát nem fogod tenni, mert fölösleges, a játékos ezt észre tudja elérni. Látjátok azért az ár magával a sodor. Mutatom, mintha egy szörny lennék, nem jövődök fel, nem mozgok. De hogyha a fal megy, akkor itt át is esni ezen a részen. Nem most ezt nem tudom, de most már csak szörnyekkel. Elvégül is megtehetem tényleg. Ez azért így is kurva lassú, úgyhogy teszek még rá sebességet, úgyni. Csak úgy repülni fognak. Ilyen mondjuk egy pár imp szerintem, az úgy logikus lenne akár. Pont impek. Mondjuk, mit tudom én, 4 imp. És 2 zombi ember. Fordítva logikusabb lenne, de fuck logic. Farmer human. És akkor itt most elmondom, mi fog történni. Vagyis mi az, amit várok, hogy történjen pontosabban. Lemegyek ugye a nagy csarnokba. Igen.
Itt vannak a szörnyek, még nem hallanak engem. Felveszem. Na, és nem történik meg. Valamiért a szörnyek nem teleportálnak. Ilyenkor kell megnézni. Bizony, hogy az Isten van. Nem húzódik le a szektor. Valamiért. Ja, nem tettem rá a címkét. Jó van. Ilyet az ember gyakran elfelejti, aztán urá kibaszakodik az egész cuccossal. Ja, mert azon arról nem kell mozgó, jó van. Rossz címkét tettem rá, oké. Megvan, megvan. Doombuilderben szerencsére ki van emelve az azonos címkével rendelkező fal és szektor. Hála jó Istennek. Na most nem működnie kell. Elvileg, hogyha lőnék egyet, akkor is ugyanúgy működne. Ennyi, hogy jönnek is. Na ez egy probléma van, hogy nincsenek felébredve a szörnyek, és valahogy rá kéne erőtetni a játékost, hogy muszáj legyen lőnie. Mert tibi, hogy nem fog minden szörny átteleportálni. Na mindegy. Valamit azért próbáljunk ki tényleg. Tegyünk azért egy zombi embert egyből a bejárathoz, azt muszáj lesz kinyírni, mert nem fog soha büdös életben magától arrébb menni. Erre mondjuk deafot teszek, ezekre nem teszek deafot. Deaf azt jelenti ugye, hogy nincs bekacsolva, azt jelenti, hogy meghallanak a szörnyek akárhol lősz. Igazából. De nem, nincs is összekapcsolva az a szektor. Ó, a picsába, ezt én is felejtettem. Na jó, ennek végül is a magassága egyenlő, úgyhogy tök mindegy. Nem, jó vagyok, a padló egyforma, tehát nem fognak fennakadni a szörnyek magasságkülönbségen. Nagyszerű. Hallottátok, nem tudom, hallottátok-e, de volt az üvölt is a szörnyek részéről. Na, felveszem ott a kulcsot. És nem jönnek. De, jönnek. Igen, elkezdenek szépen jönni. De csak ketten jöttek át. Ja igen, ott a... izé... Alig ha engedi őket át ott a... többi rész. Na akkor gondolkodni, hogy hogyan kéne megcsinálni. Talán mozgó padló kiküszöbölésével, csak az úgy meg kicsit... Igen, hát itt az a probléma, hogy egy több ilyen pont kéne ahhoz, hogy... Ó, várjál, tudom már! Persze! Így sorban lesznek átdobódva. Akkor kell igazából helykülönbség köztük. Talán. Nem, de ez így lesz valahogy szerintem. Igen, teszteljük. Ilyen placon nem nagyon tudnak elmozdulni. Úgyhogy elméletileg jól fog működni. Persze... Rizikófaktor egy is van a dolognak. Oké. Okay. Na. Bocsánat. Na, elkezdtek szépen jönni. Úgy nik. Impek át is jöttek. A zombika mi a kekre van? Vagy ennyi idő alatt már rohadtul ott hagyod a terepet. Akár még ilyen sok vagy tudja ez a rész, láncfűrész igazából. Hát ez egy elég nehéz szerintem. De valami érzékenyebb rendszer kéne. Megoldható. Teljesen körbe kéne őket venni. Sőt... Nem nincs sőt. Átjárt, amit figyelj, nem szarakodok vele. Ide rakom meg a témás mellé, azt aki átmegy, aki nem. Nem is igazából két-három szörnyére több. Ennyi. Tehát ennek így működnie kell. Leszopom magam, nem működik. A jó, azért azt nem várjátok igazából. Akármennyire akarják egyesek. Itt a zombi ember nem tudna, hogy kell tenni benned igazából, úgyhogy nem volt olyan nagy geciúrás azt oda rakni. Egy, kettő, három, ennyi. Ennyi, halleluja. Ez a plac tökéletesen működik, ilyen szempontból. Ja, oda azért fel kéne rakni egy más textúrát. Furán néz ki, nem? Passz. Jó, mindegy. Erre a részre nagy mészállást nem tervezek. Bár lehet, hogy nem ártana egyébként.
Ja, hát ugye, hogy hát ide baszok két helyen hátul, aztán már készen is van a kurva életben, nem is értem, hogy szarakodok itt. Jó, mondjuk az egy kicsit merész húzás, mert járt egyéb a telep legelején. Se baj, kéne ide, ide is shotgun igazából. Na, mondom shotgun. Kis lő töltényjel. Elegánsan mindig így fair play módjára adok ide shotgunt a kezdés miatt. A kis emunation-t is hozzá. Kapásból egy egész boxos shells-t. Igen. Na most az remélem, hogy nem a padlón lesz, hanem ott rajta a szekrényen. Vagyis a szekrény utánzatomon. Úgy! Ez gyönyörű, gyerekek! Eléggé Charlie Buddha lettek oda téve. Kis infightingot azért tegyünk már bele a dologba. Jön a három imp. Szétverik egymást. Ennyi. De miért nem támadják meg? Nem értem. Mindegy, szerintem egész fel. Amíg az imp elég gyengelnek tűnik pont abból adódóan, hogy... De miért nem támadják egymást? Hát mindegy, kinyílt az egyik impet legalább. De mindig 23 töltényem van, figyeljétek. Ennyi, ott volt teamfight. Nem nagy cucc igazából. Ja, egyébként megjegyzés, mellékes megjegyzés az, hogy nem fogom előre megcsinálni a szörnyes részeket, csak itt az elejét azért muszáj valahogyan, hogy egész tucos odazik kinézzem már, értitek? Egy ajánlat, szerintem. 41 percnél járunk, és már... Már kicsit ott akarom hagyni. Hát az biztos, hogy 11. részben elkezdem az első részt a 8 kapuval. Várjátok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, itt az egyikből eleve kijössz, tehát bemegyünk egy portabba és ott jövünk ki, tehát ez tulajdonképpen 7 új területről szól. A kezdőplactól eltekintve. Oké. 42 perc jár, és hát abba kéne hagyni a videót, de egyszerűen muszáj, lehető legtöbb dolgot megcsinálom egy videóban, mert ez a sorozat 50 résznél rövidebb időt úgyse lesz meg szerintem. Tehát akkor gyorsan az ajtóra rábaszom az effektust. Ha megtalálom, red, open, wait, close. Úgyni. Gyönyörű. És akkor most kell gondolkodni. Lenne egy olyan ötletem, hogy mondjuk itt az a rész így álljon víz alatt. Legyen elálasztva vízzel akár. Úgy olajjal. Ezek az a... Van egy ilyen szürke folyadék textúra, ez akár. Ne faszomat, legyen mi az? Fosos víz. Ha megtalálom. Itt is volna. Na. Ide az lenne a terv, hogy mondjuk itt, amikor az ajt, ezt a cölöpös részt kinyitom. Akkor... itt felnyílnak az ajtók és szörnyek kijönnek. Na, hogy ezt a szart itt hogy nyitom ki, azt mindig nem tudom. Egy pillanat viszont, ha a cölöpök elzárják az utadat, akkor tulajdonképpen nem is lenne erre itt szükség. Hanem egyenesen egyből mehetsz is tovább. Mert most őszintén azért két ilyen esemény betriggelni totál fölösleges egy ilyen aránylag lineárisnak mutató részen, szakaszon, területen. Úgyhogy ja. Ide bepasszírozok pár szörnyet, meg rejtett átjárót. Na most azért kezdésre tényleg annyit megteszek, hogy ilyen csatorna lefolyókat azért. Ha már ele vagyunk állasz, hogy azon a részen fossal. Igen, végül is ennyi elég is. Itt ezt lehúzom. Tükrözök egyet. Egyet még így meghosszabbítok, és akkor itt erre a szakaszra bőven elég is lesz a csapda. És ha azt mondom, hogy mondjuk ezek mögé rejthetnék akár csapdát, tényleg. Az nem egy rossz ötlet. Hú de keci vagyok, az anyám úristenit. Szóval, ezeket is mindet egyesítem szépség, nem. Ezeket csak a tulajdonságuk lesz ugyanaz, mint ezeknek. Tehát
Igazából annyi lesz a lényeg, hogy ezeket itt felhúzom szépen. Na várjál, ha megtalálom. Így. Idáig mondjuk. 8. Ide tenni kell valami textúrát alulra, azt ne felejtsük el azért. Valami primitív step textúra elég lesz ide, szerintem. Akár ez. Nem, lófasz. Nem, ide teszünk valami kvekeset, akár biztos Q1-et is. Igen. Na. Ezeknek az oldalára pedig megy egy varázslatos textúra, ami a Community Cast 4.6-ban van benne. Ez pedig a fosvízesés. Itt is volna. Szóval ez is szerintem egész korrektül néz ki. Mondjuk ez itt nem kell. Vagy de, igazából kelleni kell, csak... akkor ezt is a szöncsapdának használom. Lerövidítem 64-nek, térképen nem tudom látszani fog-e. Remélem, hogy nem. Amit az egyik körbe rajzoltam, helyett még szektort csináltam volna. Nagyszerű, mindegy, most már nem is érdekel. Erre teszek fosfizesést. Ha el, itt van, megtalálom. Mögé pedig rejtek egy-egy ilyen 64-es kanatoknak, ehhez kell a még sectors mód. Ennyi igazából, amit megejtek. Az a nagyon fontos, ezek a szörnyek itt deafok legyenek, amit ezeket itt egyesítsem. És megmondjam nekik, hogy a magasságok egyezze meg ezzel a szektoréval. Minusz 72, ha jól számolom. És hogy jól látom, na. Minusz 72, oké. Ezek mögé... Azért beteszem a textúrát csak egy reflexből. Nem is helyeztem a fosvízesésnek a nevét, nagyszerű. És akkor ide egészen egyszerűen be tudok baszni pár szörnyet. Nem mondjuk legyünk egyszik, kettő szörnyet teszek, ide a jobb oldal, meg egy ellátmányos szart. Mi legyen mondjuk, pinki az szerintem itt nem fér el normálisan. Így viszont annál inkább. De a chain gunner lenne igazán geci egyébként. Legyen az egyébként, igen, chain gunner. Meg egy Hellec Knight, szóval azért kicsi szívaskó játékos, majd úgyis jó sok medikitet lebaszok ide. Hát ide, na mondjuk ide teszek mindenképpen egy medikitet. Hát chain gunner az elég meg tud szapatni, főleg így, ahogyan én most megoldottam, hogy előjönnek. Azért könnyít és kedvét tegyünk be ide egy ilyen kis kamrácskát. Na ennek a magasságát tovább redukálom 34-re. Hülye vagyok, 64-re, bocsánat. 64-re. Na jó, ez is szükségtelen. Nem, nem, nem az, nem az, nem az. Menjen akkor 128, és abból 8, tehát 120. Az offsetje, ha jól számolom. Tehát nem hülye vagyok. Nem annyi, rohadtul nem. 96. És abból le valamennyi. Vagy nem tudom, ez itt a... Ez itt 32, tehát 40. De az alap 64-45, akkor az nem is annyi. 100. Nem tudok számolni, azok 104, ugye? Igen, 104. Igen, 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 igen. Az vagyam kurva is, hogy milyen profi vagyok. Nem, amúgy egyáltalán nem, csak ezt így vicces mondani. Na, hol van az a fos? Itt, ne. Oké. Okay. 48 percen járunk, amúgy egész jó. És akkor most ide kell valami fifikás textúrát találni. Ami normális kapcsolót. Ha nem, baj, innen nem veszek igénybe. Mert ez még egy szektor kéne, és mennyis eleget csináltam. Ez? Nem, 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 nem. Legyen egy rusztikus szatírfej. ...64, ugye? Nem. Ezt így igazítom magamnak. 56, nagyszerű. Oké, ide a falra nem ártana valami határoló textúra azért, hogy elkülönüljön a két stílus. Akkor legyen már 16, akkor nem csinálok olyan nagy kamrácskát neki. Akkor ennyit.
Jól emlékszem, mit szok. Ez igen, ez beválik, így. Ja, ez így korrekt szerintem. Akár itt ez annyira nem egy nagyon elaprózott plac, de beválik szerintem. Tehát akkor legyen a lényeg az, hogy ezt elnyomjuk, akkor még egyszer a floor level to level floor-t rábasszuk, csak most S1-jel. Hát 11. És ugyanazt a teget kapja ez. Egyéni. Na most egyesítettem őket. Ó, ne szórakozzál már velem! Ez ugyanazt a teget kapja. 11-est, jól látom. Jól emlékszem? Igen. Egyéni. Gyakorlatban kipróbáljuk. Lehet, hogy nem ártana amúgy. Most már annyit csináltam itt, hogy a gyakorlatban alapvetően ellenőrizhető, szóval erre nem lehet panasz. Tulajdonképpen. Igen, tehát gyakorlatilag el is tudok menni már egyből ott addig a részig. Úristen, mennyit dolgoztunk rajta, több mint 3 órát, és igazából egy aránylag gyorsan megcsinálható rész lesz az egész. Mondjuk megoldom, fiatal gyerekek. Zoli bácsi elintézi, telebaszom szörnyekkel, azt ennyi, tényleg. Akkor majd egy kellemes kis harcos rész lesz. Nem is állok le harcolni. Ennyi. Lehet egyébként, hogy a játék élményét élvezői pont el fogja majd itt rontani azt, hogy itt bemutatom, hogy hogyan kell kijátszani, de hát... Mindegy. És akkor lehúzódik. Ennyi. Ember menne vissza, aztán így pofájába kapja a meglepetést. Nagyszerű. És le is húzódott, minden gyönyörűségesen okosan. Nem tudom, kicsit talán felidéz a Doom 2-nek az ötös pályát a dövésztene azt. De most őszintén szerintem ez jól néz ki. Fel is baszol szerintem majd pár új screenshotot a Doom World Forums-ra. Project Romulus témába. Jaja. Ez így szerintem. Állati király. Igen. Oké, nyissuk ki. Menjünk tovább, akkor ugye... Emlékeztem nagyjából itt, ugye mi van ez a plac. A sérülök a húson még mindig. Hú, erre majd kéne egyszer szivatos részt csinálni. Mindegy. Itt van a sín, így olyan el tudunk menni. De akár pár losz, ilyen kapanyát be is tudnék baszni szerintem. Ja. De egész jól nézne majd ki. Hát még több hús, mert ez így eléggé üres, hiányos. Igen. Ezzel a pályának gyakorlatilag a végére is értünk, ameddig ez egyelőre kész van. Srácok, én nem mondok, hogy ennek a videónak itt legyen vége, tehát ennél szebben már nem tudok haladni. Ennek a nagy része készen van, azért készen van, vesző, azért még szerintem gondolkodni kéne rajta, hogy ezt hogyan dobjam még fel. Mert egy átlagos játékos ebből sokat nem fog élvezni, egyszerűen bemegy ide, kikerül a szanyagot, nagyon én. De nem végül is, aki nem tud róla, az úgyis megharcol velük. Igen, csak én nagyon már játék, mi az készítői adja gondolkodok játékosi helyett. No, mindegy, az tudja, hogy ide lebaszok még egy pár szörnyet. Milyen fajtájúakat azt még nem tudom. És ide nem teszek, az biztos, mert átlátni ide. Akár, ja igen, egyébként ez lehetne a javaslat is. Hogy javasoljátok azt, hogy milyen szörnyeket tegyek le ebbe a terembe akár, vagy ide, ez jó-e. Kiket, miket tegyek még ide. Hogyan, hova. Merre. Valamint, hogy díszítéseket mit tegyek még. Tehát azért lehet ugye tárgyakat is tenni, most hogy megmutatom a hozzá nem értő kedvéért. Például, tudom én, decoration, ma itt egy csomó koponyák, ez ilyen kebabnak van hívva, baznek a koponyák, hogy csontra vannak tűzve. Nem csont, hanem egy tüskére. 5 koponyai tüskén, aztán véres hullák, halott szörnyek, akadémon, démon, zombik, imp, halott tengerzőlogosok. Ugye, rengeteg ilyen logó hulla, nagyon sokféle van. Aztán ugye van ez a koponyás szökőkút, vérszökőkút koponyákkal. Mi az karóba húzott ember, kis vérfoltok, koponya egy tüskén. Aztán karóba húzott ember, az a különbség ezzel ellentétben, hogy ez mozog. Rászkódik még ott a... Agonizál, nagyon durva.
Belegondolom, ezek elég durva tárgyak, szóval... Wow! Fényforrások, ugye a kandeláber, a kis gyertya. Ez inkább ilyen fémnek néz ki egyébként, mint viaszgyertyának. Aztán mi az? Padlólámpa. Mi az? Ilyen tüzes botok, az azt jelenti fire stick. Aztán ilyen technopadlólámpa. Aztán nagy fáklyák. Meg nagy technolámpa. Akadályoknak van egy csomó egyébként. Robbanó hordó, lángoló hordó, gonosz szem. Mi az? Lebegő csontkoponya. Szürkefa, óriás szürkefa. Aztán mi az? Ilyen oszlopok. Ezen egy dobogó szív van így feláldozva. Ezen egy koponya van. Aztán sztalagmit, padló, mi az a földön. Meg ez a techno oszlop, meg áldozó oszlopok még több. A kulcsok, power-up, ez a többi már igazából ilyen kötelező elemnek mondható. Tehát értitek, egy csomó ilyet lehet tenni, egy pár javaslatot kérek azért, mit csináljak. Mert amit már előbb elmondtam. Na, ennyi volna a Pocsát Romulus. Már remélem, hogy a mai építkezéssel elégedettek vagytok, mert én marhára. Úgyhogy, úgyhogy ja. Aránylag szépen alakul a plac. Mondom, a 11. résznél mindenképpen új területet kezdek, és ebben már csak néha-néha dolgozgatok bele a videókban. Mert hogy erre azért 10 részt elpazarolni nevetséges, meg még hozzá erre. Jó, azért ez volt egy másfél-két rész, de ez megérte. Ez nem biztos, hogy megéri azt a 8 videót, amit ráfordítottam. De amúgy kurva szép lett, úgyhogy mindegy. Gyönyörűen haladunk, ez a lényeg. Tehát ez volt a Project Romulus. Legközelebb találkozunk, addig is írjátok meg, amit kértem. Ugye a véleményeket, segítséget, stb. És sziasztok!